estét kívánok! Szeretettel köszöntöm a Vásárhelyi Magazin nézőit. A begyűjtött információk és a kutatásaim alapján szeretnék olyan kritikus, problémafeltáró műveket létrehozni, amelyek a fel nem dolgozott traumákra, a ki nem mondott dolgokra, a tabukra, a magyar történelmet végigkísérő ismétlődő problémákra mutatnak rá, a kortárs képzőművészet eszköztárával, mindenféle politikai meggyőződés és részrehajlás nélkül. A fel nem dolgozott, ki nem tárgyalt, meg nem értett, szégyenletes módon eltemetett elmúltat, ideológiáktól függetlenül újra a felszínre hozni, gyászolni és megbocsátani, hangzott el Márko Rodics Feldolgozatlan múlt című kiállításának megnyitóján. Az alkotásokat Géci Zoltán és Bakonyi Alexa színművészek közreműködésével a művész saját szövegeivel állította meglepő kontextusba. Márko Rodics kiállítása november 7-ig látható a Képkaptár galériában. Ennek a képnek a címe az, hogy Csehmanek Wilson. És ez azért ez a címe, mert a háttérben a fiatalember, a Skádár János az első rabosítás, akkor készült rendőrségi fotón, és az irodalomból a kölcsönözte a Pudingfejű Wilson, nem tudom, főszereplőnek a nevét, és ebből állt össze az egész, mert ő, a Skádárnak az igazán neve az Csehmanek János. Tehát a Skádár az ott fölvett név, leegyszerűsítették, hogy könnyebb előnök. És ez valami olyasmit akar, nem tudom, mondani, vagy kifejezni, hogy nem ismerjük ezt az embert, tehát nincs arca. Skádár János az egyik központi alakja annak a kiállításnak, amely Feldolgozatlan múlt címmel nyílt meg a Bocskai utcai Képkaptár galériában. Nem tudunk bizonyos dolgokat az ő életéből, tehát hogy mi történt vele bizonyos időpillanatokban, amik az ország sorsára is hatással voltak. Mi van akkor, ha igazából egy földön kívüli lény volt, akiről mindenki azt hitte, hogy ugyanolyan ember, mint mi, és nem. És akkor az egész azért történt, mert őt ide helyezték valakik valami dimenzióba. De ez az is van, mert én kifi rajongó vagyok egyébként. Csak így könnyebb elfogadni, vagy elképzelni, vagy hogy mondjam, így föloldani ezt a furcsa feszültséget, vagy hogy ki volt az az ember. Skádár János egyszerű munkásból, kitartó munkával és hittel a 40-es években a politikai ranglétrán felemelkedett a belügyminiszterségig, de az AVH, mint senkit sem, őt sem kimélte. Sztálin halála után az enyhülés időszakában szabadult, majd 1956-ban részt vett Rákosi uralmának megdöntésében, először a forradalmi oldalon, majd a szovjetekén. 1956. október 31-én megalakult a Magyar Szocialista Munkáspárt, majd utána, 1957 és 1989 között gyakorlatilag ez a párt, annak vezetése, vezetője, vagyis ő vezette az országot. Az 1956-os intervenciót, pereket, kivégzéseket, a megtorlást szép lassan felváltotta a szocializmus építése, melyben azért valamit kezdeni kellett a sok művésszel is. Hogy Skádár János mit tárgyalt 56 novemberében Moszkvában, s hogy ez miként határozta meg a következő évtizedek Magyarországának sorsát, csak egyike a múlt megválaszolatlan kérdéseinek. Ebben az időszakban a társadalmat bíráló művészet is eltűnt, ezért alkotta meg Radics Márk, művész nevén Márko Rodics, az 1989-ig tartó korszak hiányzó rendszerkritikus műveinek képzelt rekonstrukcióját. Ez egy fiktív rekonstrukció, ami azt jelenti, hogy én elképzelem azt, hogy milyen lehetett volna, és akkor azt megcsinálom most. Rekonstruálom azt az elképzelést, amit össze tudok rakni abból a olvasmányanyagból, vagy tudásanyagból, amiből én gondolkodok, vagy amit erről olvastam. Apai nagyapám hadifogságban volt az oroszoknál 4 évet. 23 évesen sorozták be, szerintem azt sem tudta, mi a valódi konfliktus a nagyhatalmak között, egyből a frontra került, ahol megsérült több kísér a hátán egy repesztő, amit a hátizsákjában hordozott. Kalapács feje nagy részben felfogott, de még időskorában is műtötte ki darabokat. Emlékszem, mert volt, amelyik vándorolni kezdett és rossz helyre tévedt. Nem használt valójában nagyon fegyver se, a 2 hónap front szolgált alatt. Egyszer csak jött a parancs, megadja magát a zászlóalj, hadifogoly lett. A fogságról nem nagyon beszélt, gondolom nem akarta még egyszer átélni, még gondolatban sem. Annyit elmondott, hogy fakéreg meg csalánlevest tettek, szinte csak,
Ezért is becsülte meg az ételt, soha nem hagyott ott semmennyit se abból, amit kiszedett. Meg, hogy egy társuk véletlenül rávizelt egy erős áramú vezetékre, és hogy az milyen szörnyű látvány volt. A rendszerváltás után kapott kárpótlási élet a fogságban töltött időt kompenzálandó, vettek bőle egy hűtóládát, meg a két unokának egy-egy biciklit, mind a két biciklit végül ellopták, a hűtóládák sorsára nem emlékszem. A kiállított alkotások korhű nyersanyagok felhasználásával készültek, amelyek között épp úgy megtalálhatók az installációk, a villogó szemű, földön kívüliként ábrázolt diktátorportrék, mint a funkciójukból kiemelt tárgyak, amelyek mind-mind a feldolgozatlan múlt sajátos szimbólumai. Ez az egész kiállítás most arra van fölfűzve, hogy nagyapámtól örököltem hadifogsága alatt készült evőkanalat, ami azért érdekes, mert ő ezzel volt hajlandó csak utána enni egészen a haláláig. Úgy beleégett az agyába gyakorlatilag ez, hogy neki ezt, hogy ez neki fontos, ez a túlélés, ez szükséges, ez speciális, mert nem mindenkinek lehetett, vagy volt ilyenje. 56 és 89 közötti dolgot nézzük, az is egy börtön, és hogyha ezt így párhuzamba állítjuk, akkor itt nagyon sok minden van szerintem az embereknek az agyába beleragadva, ami meghatározza a jelenünket, az enyémet is, meg az övékét is, meg az egész országét. Kiadásában egy érdekes összeállást, hogy ahogy a Szovjetunió kommunista pártja, rövidítés SKP, amellett valahogy a szörnyetek került így egy sorban, a sztrájkjó. És itt vannak olyan dolgok is, hogy szovjet volt, uralom, szörnyen, sztrájkol, sztrájkolna. Ami így elgondolkodhatott akkor, amikor felfedeztem ezt, hogy ez lehet, hogy a tipográfus ezt direkt csinálta, mert közben azért annak idején figyelték ezeket a dolgokat, tehát nem került ott ki akár a könyvkiadáson keresztül. Ezzel a korszakkal, az elmondásod alapján elég régóta foglalkozol, és az itt kiállított műveken kívül sokkal több van, ami ezzel foglalkozik. Milyen szempontok szerint válogattál? Itt egy olyan szempontrendszer volt, hogy ezt a kis teret valahogy így kedvesen, meg, hogy mondjam, tehát ne legyen túl zsúfolt, meg ne is legyen túl kevés dolog. Itt többnyire most olyan dolgok láthatók, én úgy hívom ezeket így zárva, vagy doboz művek, amik ilyen vastag fakeretben vannak. Ezekből szinte mind itt van, de van olyan, ami még nem készült el. Ha valaki itt volt a megnyitón, akkor hallhatta, láthatta, hogy ezt a kiállítást úgymond egy kontextusba is állítottad, hiszen két színész olvasott fel egy-egy szöveget egymással párhuzamosan. Az egyik, nevezhetjük így, hogy mondjuk objektíven, de az is végül is egy ilyen szubjektív beleélés által születhetett meg, a művészetnek a helyzetével foglalkozik abban az időben, a másik pedig a te személyes élményeidet mondja el. Ez most ilyen elképzelhetetlen, hogy amikor a banán, mint olyan déli gyümölcs, az ilyen ritka dolog volt, meg a narancs is, hogy amikor az megjelent a boltba, akkor az ott a lakótelepen így ez a hír, ez így futótűzként terjedt el, és akkor mindenki rohant, és sorbálás volt, és egészen addig állt a sor, amíg el nem fogyott. De volt, emlékszem, hogy a belvárosba jött az üzletbe, akkor ugyanezt történt. Körbe a telefon, és akkor ott is ugye az a rendszer volt, vagy működött, hogy először az ismerősöknek szólunk, a szomszédnak, aztán azok a ismerőségnek, rokonaiknak. A közösségben van egy kialakult, mondjuk megoldáskulcs, vagy metódus arra, hogy intézzünk el dolgokat, kinek kell szólni, kit kell fölhívni,
tehát hogy nem föltétlen azokat az utakat járja be egy probléma, ami a mai, nem tudom, fölvilágosultabb időszakunkban adekvált volna, hanem előjönnek azok, hogy kinek kéne ahhoz szólni, hogy mit tudom én, azt a járdát megjavítsák. És akkor persze, hogy azonnal rohanunk a polgármesterhez, de közben valószínűleg van a hivatalnak egy olyan rendszere, aki erre van kijelölve, akinek szólni kéne, egy telefon. De akkor valószínűleg bemennek a... Mert hogy annak idején csak a tanácselnök tudta elintézni, és akkor még mindig így gondolkodnak szerintem sokan. Akit nagyon sokan szeretnek, meg nagyon sokan nem szeretnék. És a Tamásnak az egyik, az eleve az élete az egy nagy projekt, ahogy él, meg ahogy megnyilvánul, meg ahogy, nem tudom, dolgokat csinál. Neki gyakorlatilag az élete során volt vagy 8, vagy 10, vagy 15 neve. Ez mostanában azt csinálja, amikor elírják a nevét valahol, akkor fölveszi azt a nevet, ahogy elírták a nevét. És akkor igazából az, hogy most nálam ez a Márkó Rodics, egyébként úgy hívnak, hogy Rodics Márkó, ez már kiderült szerintem. Ez valamilyen tiszteletadás féle is. De nem onnan ered, csak azért használom, mert én nem fogom azért hetente változtatni a nevemet. Ezt nagyon kedves barátom adta ezt a nevet még a 90-es években nekem, ilyen becézés helyett, vagy ilyesmi. És úgy gondoltam, hogy most ezt is használom majd bizonyos dolgokra. Vásárhelyi közönség téged legutóbb a Vásárhelyi könyv kapcsán láthatott, hallhatott. Stílusában és mondani valójában nagyon más ez a tárlat. 2005-ben jelent meg az a könyv, és én 2005-ben nyertem fölvételt a Magyar Képzőszeti Egyetemre. Azt 2011-ig tartott az a iskolai időszak, és akkor ott azóta vagyok igazából médiaművész, és akkor utána Budapesten elnöke voltam egy nagyobb művészeti egyesületnek, utána igen, elmentem Berlinbe egy rövid időre, utána családi ok miatt hazajöttem, és akkor amikor itthon voltam, akkor vettem fel újra a szálakat a barátaimmal, akikkel még a, nem tudom, az egyetem alatt vagy előtt itt többet voltam Vásárhelyen, mert akkor lettem kevesebbet, mikor elkezdett az egyetem. És akkor ővelük kezdtünk el így azon gondolkodni, hogy itt azért rengeteg fiatal van, meg láttam én is, és akkor ahogy beszélgettünk velük, így valahogy kikristályosodott, hogy érdekli őket, amit mi képviselünk, vagy csinálunk. Nem csak én vagyok így, nem tudom, fiatal, én is vagyok már fiatal, aki művészet csinálással foglalkozik itt, vagy innen származik. És úgy jött elő ez, hogy újraindítottuk ezt a galériát, ahol most is vagyunk, ami egyébként 2003-ban kezdte a kiállítósdit, csak kicsit ellathanyagolva. És folyamatosan azóta kiállításokat csinálunk, ez egy fél éves történet. És akkor rájöttünk, hogy ezt hogy lehet intézményi keretek között is csinálni, hogy pályázni tudjunk, hogy ne legyen az, hogy mindent önerőből csinálunk, hogy egy egyesületi keretet hoztunk létre, aminek az lett a neve, hogy műház. Most ilyen kétlaki életet élek, ezért nem mondom, nem Budapest a világ közepe, de az sajnos az ország közepe, igen, tehát bizonyos információkra szükség van azért. Meg hát, mivel hogy én is itt születtem, így fontosnak tartom, hogy ez ne csak egy ilyen a tojáshely maradjon, hanem valamit vissza is hozzunk
vagy itt nőttem föl, inkább az jobb úgy mondani, hogy itt nőttem föl igazából. Tehát, hogy amit visszahozok abból, amit messzebb megtapasztaltam, vagy tanultam. Nem ilyen gyerekjáték ahhoz, hogy nem létezik. Ez kicsit föl van turbozva annyi, vagy tanknak van megépítve, de alapvetően ez egy négy kerekes kis autónak a mintájára készül, amit a szegény gyerekeknek a szegény apukák úgy állítottak elő, hogy egy darab lécbe belevertek két, vagy négy szöget, egy-egy lyukas két filléressel, és akkor ez volt a játékautó. És ennek a tanknak annyi a specialitás, hogy az összes két filléres 1956-ban készült akkori Berett. Te személyesen is készülsz egy új ötlettel, az emlékpontban lesz majd látható. Lesz november 4-én egy érdekes installáció, ami 4000 darab tankot fog megjeleníteni. De nem akarom lelőni a poént, mert az is olyan, hogy ezt élőbe kell látni. Azért is van november 4-ére időzítve, mert akkor volt, amikor bevonultak Magyarországra az oroszok, a Forgószia hadművelet fedőnév alatt, és akkor azért jöttek be, hogy tehát ez az egész 56-os forradalmi szabadsághoz leverjék, úgymond. Ez a kiállítás, ez valami olyasmi szólna, hogy a járművek mennyiségét akar ezt említetni, amennyi akkor abban a pillanatban benn volt az országban, mint csak azért volt itt, hogy ezt az egészet megállítsa. Szeptember vége óta jelentkezik különféle programokkal az Emlékpont Múzeum a Nemzeti Emlékezet programsorozat keretében, amellyel az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója előtt tiszteleg az intézmény. Miklós Péter igazgató a Vásárhelyi Magazin vendégeként részletesen ismertette a december 10-éig tartó rendezvénysorozat főbb állomásait. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából nagyszabású megemlékezés sorozat lesz itt Hódmezővásárhelyen. Milyen helyszíneken, milyen programok valósulnak meg az Emlékpont szervezésében? Az elsődleges helyszínű természetesen az Emlékpont, hiszen 2006-ban, 10 évvel ezelőtt azért jött létre ez az intézmény, hogy vásárhelyieket és az ország más vidékéről érkezőeket megismertesse az államszocializmus korszakával, az 1945 és 90 közötti időszakkal, és természetes, hogy ennek az időszaknak a centrumában az 1956-os forradalom, amelynek idén a 60. évfordulóját ünnepeljük, foglal helyet. Minden évben 2007-től kezdődően, idén 10. alkalommal rendezzük meg a Nemzeti Emlékezet Hete című programsorozatot. Ez általában egy-két hetes periódus, amelynek során tudományos előadások, konferenciák, rendhagyó történelem órák, könyvbemutatók, ismeretterjesztő előadások kerülnek megrendezésre. Az idei évben ez is rendhagyó módon alakult a 2016-os évre való tekintette, hiszen kerek évfordulója a forradalom és a szabadságharc eseményeinek, hiszen a Nemzeti Emlékezet 2016 című programsorozatunk szeptember 21-től december 10-ig tart. Ennek az előkészületei már kora tavasszal megkezdődtek, és különböző színterei, különböző eseményei lesznek, három különböző csoportba sorolhatóak a rendezvényeink.
egyrészt ismeretterjesztő előadások és könyvbemutatók, itt Stefka Istvántól, Káler Frigyesen keresztül több olyan szerzőnek a munkája kerül bemutatásra, illetve előadásának a megszervezése, amely az 56-ról alkotott képünket bővítheti. Olyan szereplőket igyekeztünk megnyerni, akik a szélesebb közvélemény előtt is ismertebbek lehetnek a sajton, vagy a média különböző területein, vagy az ismeretterjesztő tevékenységeiken keresztül. Ezek jellemzően délutáni programok, 17 órai kezdettel. A másik csoportja a rendezvényeinknek azok a tudományos események, tudományos konferenciák. Ebből is lesz jó néhány. A legnagyobb szabású október 21-én a forradalom kitörésének kerek évfordulójára emlékezve közel 20 történészt, néprajzkutatót, múzeológus, levéltáros kollégát hívtuk meg azért, hogy legfrissebb kutatási eredményeiket osszák meg velünk. Mondjuk M. Kis Sándor, a Rendszerváltás Történeti Kutatóintézetnek a főigazgató helyettese, épp ugye az előadók között van, mint Horváth Miklós, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora. Ők ketten egyébként több mint negyed százada kutatják 56 történetét és publikálják Magyarországon is és külföldön is, de itt lesz a Nemzeti Emlékezet Bizottságának elnöke, Kisréka asszony, alelnöke Máté Áron, vagy a Veritas Történetkutató Intézetnek több munkatársa, Rácz János, Tóth Eszter, illetve Kecskeméttől Békésen, Debrecenen keresztül levéltárak, múzeumok munkatársai. Három blokkja lesz ennek a szakmai konferenciának, plenáris előadások, ahol a téma általános ismertetését hallgathatják meg az érdeklődők. A vidéki 56-ról lesz külön egy tematikus blokk, amelyben hangsúlyosan öt előadással szerepel Hódmezővásárhely 56-os története. Itt külön öröm, hogy a kollégáink Nagy Gyöngyi és Zemmal Ferenc új 56-os vásárhelyi vonatkozású kutatási eredményei kerülnek bemutatásra, illetve egy harmadik blokkban egyének sorsok, közösségek 56-ban, a kis közösségek, kis települések, illetve a személyes sorsokon keresztül miskolci diák szerepvállalása majd hányattatásai a megtorlásban épp úgy tárgyalásra kerülnek, mint mondjuk Túri Mihály kömpöci gazdának az esete, akit 31 éven keresztül tartottak előbb fogságban, majd megfigyelés alatt, és végül csak a rendszerváltozás idején szabadulhatott meg az 56-os terheitől és megbélyegzettségétől. Tehát eléggé széles körűen igyekszünk föltárni és áttekinteni 56-nak a történetét, de ilyen konferenciát rendezünk október 27-én Mindszenty Józsefről, hiszen 1956. október 30-a és november 4-e között egy nagyon rövid ideig működhetett szabadon a Magyarországon, 1948 karácsonyától egészen 1971-ig fogságban, fogolyként, előbb önkéntesen az amerikai nagykövetségben 56 után, még korábban pedig a házi őrizetbe, illetve az András út 60-ban és különböző büntetés végrehajtási intézményekbe. Itt is a Magyar Tudományos Akadémia munkatársaitól kezdődően a Magyarországos Levéltár, vagy éppen a Nemzeti Emlékezet Bizottságának a tagjaik tartanak előadásokat. Szerencsés Károly, Balogh Margit, Sós Viktor Attila és még néhány kollega. És a tudományos rendezvényeink sorát november 10-én zárja a Gulágról és a magyarok a Gulág szovjet kényszermunkatáborok világában való élményeiről meg helyzetéről szóló konferenciánk. Itt azért szeretném hangsúlyozni, hogy ezek a rendezvények többnyire külső forrásból kerülnek megvalósításra, hiszen az 1956-os Emlékbizottság támogatja ezeket a rendezvényeket, a Nemzeti Kulturális Alap támogatja ezeket a rendezvényeket, illetve a Gulág Emlékbizottság támogatja ezeket a projekteket. Összesen a rendezvények megvalósítására és az ehhez kapcsolódó kiadványokra 2,5 millió forintot nyert különböző pályázatokon az Emlékpont, tehát nem a saját költségvetésünkből, hanem pályázati forrásokból finanszírozunk. Ami azért fontos, mert valóban látszik, és az 56-os Emlékbizottság működése ezt bizonyítja, hogy Magyarország kormánya is, és Magyarország közösségei az önkormányzatoktól a civil szervezeteken át a tudományos szervezetekig elkötelezettek az 56-os örökség ápolása iránt, másrészt pedig bizonyítja azt, hogy egy ilyen intézménynek bizony szüksége van arra,
hogy a mindennapi működtetés és egyéb feltételek mellett pályázati forrásokat is próbáljon megnyerni és megszerezni. Említettem a kiadványokat és a kiadványoknak a körét. Több kiadványjal fogunk jelentkezni. Egyrészt egy tanulmánykötettel, amely a vidék forradalmát mutatja be. Itt legalább 6 tanulmány fog Vásárhelyhez és a Vásárhelyi 56-os eseményekhez kötődni, főleg új kutatási eredmények szempontjából, és a megtorlást, az 57-es megtorlást, vagy 57-ben kezdődő megtorlást helyezve a középpontba. Bálint László állambiztonsági kutatónak ellenséges elemek címmel az 56-os tevékenységük miatt megfigyelteknek a rövid életrajzát és névjegyzékét adjuk ki. Ezek azok a megfigyeltek, akik Csongrád megyében kerültek az állambiztonsági szervek látókörébe, mint volt 56-osok, Szeged kivételével, Szegeden több száz fő, de a valamennyi más Csongrád megyei településen, így Vásárhelyen élő megfigyelteknek az anyagát adjuk közre ebbe a kötetbe. Ezen kívül a gulágra hurcoltakról is kiadunk egy kis külön kiadványt, itt is vásárhelyiek és délalföldiek kerülnek a kutatásnak a középpontjában. És ugye a tudományos tevékenységnek és egy közgyűjteménynek ez az elsődleges feladata van, más típusú megnyilvánulása is, mint a kiadvány, ez pedig a kiállítás. Ugye itt az emlékpontban az állandó kiállításunk több mint 10 éve állandó, és még nagyjából egy évtizedig bizonyára az is marad, de emellett időről időre a galériánkban időszaki kiállításokat rendezünk. Most október 23-án nyílik az Összefogás a Szabadságért 1956 Magyarországon és Hódmezővásárhelyen című kiállítás, amelynek az anyagának jelentős része az vásárhelyi, egyrészt a múzeum, a levéltár az emlékpont gyűjteményéből, másrészt pedig a Bethlen Gábor Református Gimnáziumnak az irattárából, hiszen Bethlen volt a forradalom szikrája vagy egyik központja, itt Vásárhelyen került itt elhelyezésre. És ugye ezen kívül még más projektekbe is bekapcsolódtunk az emlékpont tudományos hátterével, meg szakmai bázisával. Az egyik ilyen az önkormányzat által Vásárhelyi 56-osokkal készített interjúkötetnek a megjelentetése, amely Nagy Gyöngy és Zeman Ferenc kollégám által készített interjúkat, illetve bevezető tanulmányokat tartalmaz, valamint ugye az én szerkesztői munkámmal állt ez egység, és egy nagyon gazdagon dokumentált. Elsősorban a visszaemlékezőktől, magánszemélyektől begyűjtött dokumentumok révén eddig ismeretlen fényképekkel, vagy éppen iratokkal gazdagon dokumentált kötetként kerül, majd ez is október 23-án bemutatásra. És akkor el is érkeztünk a harmadik körhöz, amely az ismeretterjesztő programok, a könyvbemutatók, a tudományos és szakmai rendezvények, kiállítások mellett fontos körét alkotják a Nemzeti Emlékezet programsorozatának az eseményeinek. Ez pedig a rendhagyó történelem órák és az új nemzedékeknek az 56-os történettel való megismertetése. Az is külön öröm, hogy idén több mint 60 általános iskolás gyerek jelentkezett az általános iskolások számára meghirdetett történelemversenyünkre, akik az idei évben egy speciális segítséget kaptak, hiszen Wittner Mária 56-os forradalmár egykori halálra ítélt vett részt ezen a versenyen, és ő maga segített a feladatlapok kitöltésébe, minden indulónak adott egy-egy korábbi parlamenti beszédét dedikálva, sőt 56-os kitűzőket a győztes csapatoknak, az első 3 csapatnak fölajánlott, valamint egy saját maga által vart 56-os lyukas zászlót, amit az aláírásával is ellátott, szintén a győztes csapatnak. Mi kapcsán abban bízunk, hogy egy iskolai október 23-ai ünnepségen talán érdekes lehet, hogy egy egykori halálra ítélt szabadságharcos által készített ajándékot kapnak, aminek a különlegessége és a jelkép értéke abból fakad, hogy ezt a hagyomány, vagy az 56-os lelkület továbbadásának is tekinthetjük, és nem felejtsük el, hogy azok a 10-12-14 éves felső tagozatos gyerekek, akik ezen most részt vettek, 60-70 év múlva nagyszülőként mondjuk a saját unokáiknak el tudják mesélni azt, hogy ők még találkoztak egy 56-os halálra ítéltel, egy olyan emberrel, aki akkor fiatalként kimert és ki tudott állni a magyar szabadságért, a kommunizmus ellen, a szovjet megszállás ellen, és így mondjuk egy 100-150 évvel korábban történt történelmi esemény is ember közelbe kerülhet egy zászlón, egy kitűzön, vagy néhány személyes emléken keresztül.
és ezek egyében szerveztük meg azokat a találkozókat, amelyek október 17-e és október 28-a között kerülnek sorra itt az emlékpontban. Minden délelőtt vásárhelyi 56-osokkal találkozhatnak a rendhagyott történelem óráinkon résztvevők. Szerencsére nagy érdeklődést tapasztaltunk, és itt tényleg köszönet illeti meg a vásárhelyi pedagógusokat, meg történelem tanárokat, hogy fölkarolták ezt az ügyet, és minden ilyen alkalommal legalább 2-3 osztályi 60-80 gyermek bejelentkezett, középiskolások, általános iskola végét járók, és az eddigi tapasztalatok alapján tényleg érdeklődéssel szemlélik és hallgatják ezeket a visszaemlékezéseket. Ugye a pedagógia és a tanítás elmegy egy olyan irányba, amikor már nem csak tényeket és kompetenciákat, hanem inkább élményeket kell közvetíteni, hiszen az információhoz nagyon gyorsan és könnyen hozzá lehet jutni internet használattal, de személyes élményhez a virtuális világban nem. Tehát az anyagok és a tények továbbadása helyett inkább az élményszerűséget tartottuk fontosnak. És hát ki kell mondani azt is, hogy a 60. évforduló az utolsó lehetőségek egyike. Bizonyos, hogy a 70. évforduló már jóval kevesebb 56-os lesz köztünk, a 100. meg már véletlenül senki. Ez is mutatja, hogy az utolsó pillanatban vagyunk, hogy a mai diákok akár ismereteket szerezzenek. És hát ugye a közoktatás világáról beszéltem is, a gyerekeknek az élményadásáról. A pedagógusoknak is szeretnénk élményt adni, egy módszertani kis műhely munkára invitáljuk őket november 7-ére, amely a szocializmus korában a nagy októberi szocialista forradalomnak az emlék napja volt. Most pedig arról beszélgetünk az új generációs tankönyvek szerzőivel, egyetemek tanárképző karainak a módszertani oktatóival, illetve gyakorló pedagógusokkal, hogy mondjuk 56-ot, vagy a 45 utáni magyar és egyetemes történelmet hogyan lehet, milyen módszerekkel és milyen szempontokkal tanítani és élményközpontúan továbbadni a fiataloknak. Tehát bízunk abban, hogy a helyi néhány tucatnyi humán pedagógus történelemtanárt ez érdekelni fog, és azt a szemléletformálási igényt is talán még inkább elsajátítják, amely szükséges mondjuk a 20. századi témák oktatásához. Tehát ismeretterjesztés, tudományos konferencia, kiállítások és az oktatás világában a gyerekek és a pedagógusok megszólítása áll ennek a 2 hónapos programfolyamnak a fókuszában. Fontos tehát, hogy minden korosztályt megszólítsanak, és hogy említette, az emlékpont saját kutatásai most egy új kötetben kapnak majd helyet. Miben számítanak ezek a kutatások újdonságnak? Milyen témákat találnak fel? Általában el szoktuk mondani, hogy vannak bizonyos történelmi témák, amelyről már annyi ismeretünk van, hogy nem lehet ezt tovább fokozni, vagy tovább mélyíteni. Ez semmilyen történelmi téma esetében nem helytálló megállapítás, hiszen mindig, ha más kutató nyúl egy-egy témához, más szempontot emel ki belőle, más forrás típust, más levéltári anyagot, vagy hírlapi anyagot néz meg, és hát természetesen más személyiségként közelít egy-egy témához. De nem csak erről van szó, arról van szó, hogy szisztematikusan átvizsgáltuk a vásárhelyi 56-os sajtót, az államszocializmuskori sajtót, a forradalom napjainak szabad sajtóját, szisztematikusan vizsgáltuk a Csongrád megyei levéltárnak az anyagát, és vizsgáltuk a múzeumnak, vagy éppen a Bethlen gimnáziumnak az irattári anyagát, tehát ebből álltak össze ezek a kutatási eredmények, valamint külön előadások fognak az 56-ot követő megtorlásról elhangozni a konferenciáinkon is, és nyilván ezt a kötetbe is összefoglaltuk, hiszen erről tudtunk talán a legkevesebbet, hogy milyen nagy kört is érintett ez a megtorlás, nyilván a politikusokat, a szociáldemokrata gyökerű Erdei Istvánt, aki a Forradalmi Nemzeti Bizottságnak volt a megyei elnöke, vagy éppen Gyáni Imrét, a Bethlen igazgatóját, egykori parasztpárti főispánt, és hát hozzájuk csatlakozóan még nagyon sok embert hurcoltak meg, és ítéltek el ilyen-olyan módon, természetesen politikusként leginkább őket, de arról sem feledkezhetünk meg, és erről is folytatunk kutatásokat, hogy december 10-én halálos áldozata is volt az 56-os forradalmi eseményeknek. És azért Vásárhely kapcsán 2 dolgot szeretnénk kiemelni, és most a 60. évforduló erre jó alkalmat szolgál. Az egyik az, hogy október 23 és november 4-e között is sok minden történt Hódmezővásárhelyen, és ezt korábban is a kutatók ismerték és bemutatták.
De ami miatt Vásárhely speciális, az ami 56. október 23 előtt és ami november 4-ől szovjet beavatkozás után történt. Hiszen azt már egyre többen tudják, és itt az emlékpontban is már a kollégáimmal évek óta próbáljuk behozni a köztudatban, hogy a forradalomnak az első szikrája az 1956. október 16-án a Szegedi Egyetemnek a bölcsészkarán robbant ki, ahol az auditorium maximumban megalakult a Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége, a MEFESZ, amely gyűlésen két vásárhelyi középiskolás diák is részt vett. Csoma Lajos, aki ma is köztünk él, és az emlékpontnak többször volt vendége az elmúlt időszakban, és lesz is még az 56-os megemlékezések során, sőt a városi eseménynek is ő lesz az egyik szónoka. A másik a már nem élő Zrínyi Péter. Ez a két végzős betlenes diák úgy tért vissza október 16-án este Vásárhelyre, hogy valami hasonló ifjúsági mozgalmat vagy érdekképviseleti mozgalmat ők is szeretnének létrehozni. Először a szegedi fiataloknak, egyetemistáknak az volt a követelése, hogy ne legyen orosz oktatás, vagy legalábbis ne legyen kötelező honvédelmi oktatás, ideológiai marxista oktatás legyen kevesebb óraszámban, és aztán a gyűlés végére eljutottak oda, hogy távozzanak a szovjet csapatok, lépjünk ki a szovjet vezetésű Varsói szerződésből, vagy hogy demokratikus többpárti választásokat vezessenek be és tartsanak ismét Magyarországon. No, ezt a szellemiséget hozta haza a két fiatalember Vásárhelyre, és a kezdeményezésükre 1956. október 19-én a Betlenben tartottak egy diákparlament nevezetű gyűlést, amelynek az volt a sajátossága, hogy az iskola akkori 350 növendékéből nagyjából 300 ezen részt vett, tehát a vásárhelyi diákoknak a többsége, és ezen az eseményen elnökölt Gyáni Imre, a gimnázium igazgatója, később a forradalmi bizottság vásárhelyi vezetője, korábban pedig parasztpárti politikusként főispán. És a dolog érdekessége még mindig nem ez, hogy az iskola igazgató elnököl egy diákparlamenten, hanem hogy közben az egyébként nem feltétlenül marxista vagy sztálinista többségű pedagógus kar tanári értekezletet tart. Erről meg is van a jegyzőkönyv, ez az október 23-án nyíló kiállításunkon bemutatásra kerül, hogy az egyik oldalon a tanárok gyűlést tartanak, a másik oldalon az igazgató és a diákok egy idő után azt követelik, hogy távozzanak a szovjet csapatok Magyarországról, és ez is elhangzik itt. Tehát, hogy a forradalom kitörése előtt 4 nappal a vásárhelyi diákok, és ez specifikus, és erre büszkék lehetünk, azt követelik, hogy Magyarország legyen újra demokratikus jogállam, mint ahogy 1945-6-ban annak ígérkezett. A másik, ami miatt szokatlan Vásárhely, és amely keretet teremt az 56-os eseményeknek, az december 10-e, amikor a munkástanácsok korlátozására való tekintettel, ugye ez már a Kádár korszaknak a kezdete, a megtorlásoknak a kezdete, a szovjet megszállásnak az időszaka. A munkástanácsok korlátozása miatt egy tüntetés szerveződött itt Vásárhelyen december 10-én. Elsősorban munkások, de értelmiségiek meg diákok is részt vettek rajta, fölálltak egymással szembe a karhatalmisták, rendbontásra került sor, és végül ezt a tüntetést feloszlatták, és december 10-én került többször fegyverhasználatra sor, amelynek az egyikén Gácsi Lászlót halálos lövés érte, aki 2 nappal később el is hunyt, és így a december 10-i tüntetésen az egyetlen halálos áldozata a vásárhelyi eseményeknek Gácsi László lett, akinek a halálának a körülményei azok eléggé vitatottak, és levéltári források is ellentmondásosak, viszont szemtanúk, illetve a vásárhelyi visszaemlékezők meg a szájhagyomány az nagyjából rekonstruálni tudta ezt a történetet. Tehát az az érdekessége Vásárhely 56-os történetének, hogy a szovjet ellenes és kommunista ellenes követelések már 23-a előtt köszönhetően a Betlen diákjainak megfogalmazottak, és az, hogy december 10-én a forradalom leverése kezdete után jó egy hónappal is még vannak munkásmozgalmak, tömegmozgalmak, és a halálos áldozat az pont ebben az időszakban veszíti el életét. Ez a programsorozat újító elképzeléseknek is tevet fog most eljönni, hiszen 4000 tank lesz majd látható, igaz, nem a hagyományos értelemben. Az 56-os kiállításoknak, az Összefogás a szabadságért című kiállításoknak lesz egy betét kiállítása november 4-től.
November 4-e hagyományosan gyásznap, hiszen a szovjet intervenció ekkor érte el azt a csúcsot, hogy Magyarország szabadságmozgalmát elfojtsa. Ekkor alakult meg a magát forradalmi munkás paraszt kormánynak nevező Kádár János által vezetett szovjet bábkormány, és erre hagyományosan az emlékpontban megemlékezünk. Az idén is lesz két esemény. Az egyik Gyulai József professzornak a 1956. november 4-én komponált zeneművének az előadása, illetve Gyulai professzornak a visszaemlékezése, aki 56-ban a Bethlen tanáraként volt a városban, illetve Radics Márk kiváló képzőművésznek egy installáció kerül bemutatásra. Az október 23-i kiállításunkat, az Összefogás a Szabadságért című kiállításunkat betét kiállításként fogja díszíteni 4000 tank gyufás skatujából. Tehát 4000 gyufás skatuja méretű apró tankocska lepi el az 56-os kiállításunkat, szimbolizálva és bemutatva azt, hogy nagyjából 4000 harckocsi, ez páncélozott teherautó, tank, egyéb harci jármű bevetésével érkeztek meg november 4-én a szovjetek, és szimbolizálja azt is, hogy mintegy az emlékpont időszaki kiállító terének a falából, hanem is a spájzából, mint a Tizedes meg a többiek című filmben láthatók, de a falból kijöve hogyan lepik el a forradalmi törekvéseket, és a forradalomnak a követeléseit és a magyarság szabadság vágyát ezek a szovjet tankok. Tehát november 4-én 17 órától ez a kiállítás kerül megnyitásra, mely formabontó módon nyílik meg, hiszen a nevét is egy tankról kapó T-34-es zenekar fogja megnyitni a kiállítást, és művészettörténészként pedig Varga Nóra, a Tornyai Múzeum munkatársa fog egy köszöntőt mondani ehhez. Én úgy gondolom, hogy fontos szerepe van egyrészt a művészetnek és a kreativitásnak is abban, hogy egy-egy tartalmat, például, hogy nagyjából mennyi harci jármű szállta meg Magyarországot tovább tudjunk adni. Úgyhogy én magam érdeklődéssel várom ezt a betét kiállítást, amely egyébként a Magyar Művészeti Akadémia anyagi támogatásával valósul meg és lesz látható nagyjából két hétig. Utána pedig a betét kiállítás megszűnik, és az Összefogás a Szabadságért kiállításunk látható a továbbiakban is. Hogyan zárul majd ez a programsorozat? A programsorozat november folyamán zárul le. November 10-én még a Gulág világról és a délalföldiek, vásárhelyek, magyarországiak a Gulágon témakörről rendezünk egy konferenciát, amelynek az anyaga szintén kötetbe is meg fog jelenni a Gulág emlékév támogatásával, valamint december 10-én, hiszen a rendezvényeinknek a helyszíne nem pusztán az emlékpont, hanem más intézményekkel és az önkormányzattal is természetesen együttműködünk, így a Németh László Városi Könyvtárral, illetve a Bessenyi Ferenc Művelődési Központtal. December 10-én az utolsó vásárhelyi Tomek megmozdulás 60. évfordulójára emlékezve, és Kácsi László az egyetlen vásárhelyi 56-os halálos áldozatnak az emléke előtt tisztelegve a Bessenyi Ferenc Művelődési Központban lesz egy koncert, Szentpéteri Csilla és barátai közreműködésével, amely az 56-os emlékév, a Nemzeti Emlékezet 2016 projektnek az záró eseménye lesz. De ugye mi nem hagyjuk abba a munkát egyrészt az emlékpontba, egy rövid szünet után januárban újra nyitunk, és január végéig még látható lesz az 56-os Összefogás a Szabadságért című kiállításunk. Másrészt pedig készülünk arra, hogy 57 a megtorlások évének a 60. évfordulójára fordulva 2017-ben a karhatalomról, a megtorlásokról, a kádári korszaknak a kialakulásáról, a munkássorságnak a létrejöttéről mutassunk be és állítsunk össze egy tárlatot, ami azért nagyon fontos, mert ezek a struktúrák, amelyek 1957-ben kialakultak, ezek bizony nagyjából 89-ig végig kísérték Magyarországot, meg Magyarország történetét, és ezek a struktúrák lényegében alapvető elveit tekintve nem különböztek a Rákosi-féle struktúráktól. A Kádár Magyarország épp úgy szovjet érdekeket kiszolgáló államberendezkedést
közigazgatás szellemi életet és a többit valósított meg, mint Rákosi Magyarországa. Tehát a módszerek változtak, a korszak változott, az emberek mentalitása változott, de a lényeg ugyanaz volt, 1989-ig szovjet békjóban működött Magyarország, és Kádár János puhának nevezett diktatúrája ide, vagy gulyás kommunizmusa oda, szovjet Magyarországot restaurálták 57-től kezdődően, és ez a rendszer bizony 1989-ig fönnállt. Aranyosi Ildikó korábbi betlenes diákként személyesen élte át az 1956-os forradalom utáni megtorlásokat. A tüntetések résztvevője a Kettétört élet című esten idézte fel az október 23-át követő eseményeket a könyvtár előadó termében. Kettétört élet címmel fog majd előadást tartani az 1956-os gimnazista évek megtorlásai kapcsán. Mi nagyon jól tudtuk, hogy mi történik, úgyhogy mi ezt rögtön felfogtuk, és ez egy olyan frenetikus szabadság élmény volt, egy olyan csodálatos, és mindenki egyet gondolt, mindenki tudta, hogy mi történik, hogy mit akarunk. Mi csak szabadon szerettünk volna élni, szabadon elmondani azt, amit akarunk, hogy ne kelljen zárt ajtók mögött suttogva beszélnünk bármiről, mert ilyen kettős életet élt az ember akkor. A családba tudtuk, hogy megbeszéltük a dolgokat, de azt tudtuk, hogy ajaj, másút iskolában meg, azt nagyon jól tudtuk, hogy ki előtt beszélhetünk, ki előtt nem. És azt is tudtuk, hogy ezt az egész rendszert a szovjet hatalom tartja fönn, ugye a szovjet katonák, akik itt bent voltak, mert anélkül azért a kommunizmus összeomlott volna, mert hát végül is nyerni is csak úgy tudott, hogy volt a kék cédulás választás, tehát ők maguktól nyerni nem tudtak volna. Tehát az ő birodalmukat a szovjet hatalom tartotta fönn, és az egész forradalomba azonnal eltűntek ugye ezek a kis pártvezetők, minden, ezek elbújtak, nem voltak sehol. De amint a Szovjetunió ugye megjelent, a szovjet tankok megjelentek, azonnal elő tudtak merészkedni, és azonnal aztán az történt, amit ők akartak. Itt Hódmezővásárhelyen ön hogyan vette ki a részét a megmozdulásban? Hát én nem úgy tenni sokat nem tudtunk. Hát mi úgy lelkesedtük, hallottuk, hogy mi történik Szegeden az egyetemista testvérektől. Akkor ugye a fiúk, a Csoma Lajos meg az Rinyi Péter, főleg ők kérték az igazgatónkat, Gyán Imrét, hogy legyen diákparlament. Végül meg is engedte, és akkor diákparlamenten ugye megszavaztuk, hogy hát a ne kelljen oroszul tanulni, ha lehetőleg a szovjet csapatok menjenek ki. Hát amit mi. Tehát mi csak szabadon akartunk élni. Hát, és szabadon gondolkozni. Nem akartuk, hogy mindig megmondják nekünk, hogy mit tehetünk, mit akarhatunk. És ne kelljen attól rettegni, mert bizony nem mindenki tudta, de bizony, ahol megjelent egy sötét autó, meg, és akkor elvitték az embereket, bizony nagyon sok tragédia történt, és ezt azért mi tudtuk. Például az én családom tudta, az én édesapám egyrészt volt hadifogságban, hogy a szovjet hadifogságban tudtuk, hogy mi tört, tudta, hogy mi történik, és tudta, hogy úgyis mi is erre felé haladunk. A nagybátyám egyetemi tanár volt Szegeden, dékán is volt pont a legrosszabb időkben, és hát egy olyan egyenes, hajlíthatatlan gerincű ember volt, úgyhogy őt aztán ki is tették, a disszidálni akart, elfogták be, árulták, és börtönbe volt az ő kislányát, az én szüleim nevelték föl, és ugye azért kellett neki is nevet is változtatni, hogy egyetemre mehessen, vagy egyáltalán gimnáziumba fölvegyék. És tehát nagyon csúnya dolgok voltak, és ezt mi mind tudtuk. Persze volt, akik nem tudták, meg egyáltalán nem is akartak róla, csak éppen nyugodtan akartak élni.
De sajnos ezt akarva, akaratlan nagyon sok mindenki belekerült, még az is, aki nem. Például volt olyan, hogy valakinek egy ilyen pártfunkció kinézte a lakását, vagy valamiét, akkor azt szépen egy nap alatt kidobták a lakásából, és akkor internálták, és akkor beleült az a másik ember. Önt érte valamilyen atrocitás? Hát engem ért. Hát már 56 után. Hát mert mi Erdélyből menekültünk, de édesanyám vásárhelyi volt, Törzsikás vásárhelyi. Azért a menekülés közben édesapámat hadifogságba elvitték. Mi hazajöttünk Vásárhelyre, és utána itt éltünk. És itt pedig, hát édesapám hazajött, hála Istennek, a hadifogságból. Itt megszervezte a gyógypedagógiát, gyógypedagógus lett, őróla is van elnevezve már most a gyógypedagógiai iskola. És hát őt beválasztották ugye a forradalomba, a pedagógusok forradalmi bizottságába, meg egy ötös bizottságba, akinek az volt, akiknek az lett volna feladatuk, hogy megvédjék a várost, hogyha megtámadnák, meg ők úgy gondolták, hogy nem kellene, hogy az ifjúság kezébe, tehát a fiatal gyerekek kezébe kerüljön fegyver, hogy azt azért ugye egy kis rendet tegyenek. De már nem tudtak semmit tenni, mert ez harmadikán volt ez a gyűlés, és negyedikén kellett lemenniük a laktanyába, de akkor már ugye bejöttek az oroszok, és akkor már nem tudtak semmit tenni. És ezért ért engem aztán megtorlás, mert mikor érettségiztem, mert én akkor voltam érettségiző, két tantárgyon már túl voltam, és franciás voltam én, és azt előtte behívtak egy fél órával, és akkor közölték velem, hogy egyetlen egy főiskolára, egyetemre nem jelentkezhetek, de mondták, hogy miért. Azt ők nem is tudták szerintem, a tanáraink se. És hát ugye utána mentem vissza érettségizni, el lehet képzelni, hogy ennek ellenére egyedül például nekem sikerült ötösre a francia írásbeni. De csupa könyv volt az érettségi papírom, amire írtam. És hát akkor nagyon, nagyon kilátástalannak éreztem ugye a helyzetemet. Még mindig arra készültem, hogy tanulok, és ez nagyon váratlanul is ért. És később két hét múlva derült ki, hogy édesapám meg egy 13 pedagógus ellen fegyelmit indítanak, kitették az állásukból őket, és bennünket, a gyerekeiket, mert volt egy osztálytársam, a Farkas Jolána, Földesi Ferinek lett aztán ő a felesége, őt ugyanúgy mi osztálytársak voltunk, és nem engedték őt se, és hát ő egész életében, őt még valahogy még rosszabbul érintette szinte, mint engem. Az édesapja meg bele is halt, mert édesapámmal fát vágni kimentek, hogy pénzt keressenek a Tiszára, és Laci bácsi úgy látszik, hogy szíves volt, és ő meghalt 59-ben, azt hiszem. Hát én fellebbeztem mindig, minden lehetőséget kimerítettem, de hát persze eredmény nélkül, és hát mi is jól is, én is kitűnő tanulók voltunk mindig, nem, hát mi csak arra gondoltunk, hogy tanulunk, nem is volt más célunk, úgyhogy ez hát én aztán elmentem dolgozni, a Szegedben a Korbonszani Intézetben voltam ilyen szövettani asszisztens, én aztán az én természetem olyan, hogy el tudom fogadni, ami van, és próbálom a jót kihozni belőle. Aztán férhez mentem, székutason értünk 18 évig, addig nem dolgoztam, akkor mindig csak a gyerekeimet neveltem, férjemnek segítettem, amiben tudtam, és aztán bejöttünk Vásárhelyre, és akkor itt a könyvtárba kezdtem el dolgozni, végeztem ilyen alapfokú, aztán középfokú tanfolyamot, és a nyugdíjig én itt dolgoztam, és én itt nagyon szerettem lenni. És a gyerekeim viszont nekem az a nagy elégtétel, nem az, hogy rehabilitáltak, mert az nekem semmit nem jelent, hanem azt, hogy a gyerekeim már tudtak tanulni. A fiam orvos lett, a lányom gyógyszerész lett, és hát őket már semmi nem korlátozta ebbe. Kedves nézőink, mai magazin műsorunk végéhez értünk. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. Viszontlátásra!